legtöbbünknek talán még vannak emlékei arról, hogy milyenek is voltak az iskolai ki mit tud versenyek. A legtöbb esetben talán nem is az volt a cél, hogy megnyerjük az adott szekciót, vagy bezsebeljük a zsűri elismerését. Egy hatalmas és jó hangulatú buli volt, ahol együtt nevettünk a barátokkal, iskolatársakkal, még akár a pedagógusokkal is. A Rudas iskola rönk tagjai vezették az iskolai ki mit tud vetélkedőt a napokban. A diákok színes palettáról válogatott produkcióit pedig zsűri értékelte, az élén Suplic Mihállyal. A verseny már javában zajlott, mikor Árgyelen Dominikával beszélgettünk a rendezvényről. Idén először hagyományteremtő jelleggel rendezzük meg iskolánkban a Ki mit tud elnevezésű rendezvényt. Itt tehetséges diákjaink mutatkoznak be, nagyon sokszínű a paletta, sok tehetséges diákunk van szerencsére. Van itt versmondás, szavalás, táncos produkció, vannak énekesek, zenészek, illetve sportági bemutatót is láthat a közönség. Általában véve a fellépés előtt mindenki izgul, ki jobban, ki kevésbé. A diákok többségét azonban nem kellett kérlelni, örömmel mutatták be a tehetségüket a közönségnek. Vannak félénkább diákok, akiknek egy kicsit több bátorításra van szükségük, illetve vannak olyanok is, akik tapasztaltak, mert már sok iskolai rendezvényen, városi rendezvényen, versenyen is bemutatták a tehetségüket. És hogy van-e létjogosultsága az ehhez hasonló rendezvényeknek? Mi az, hogy, sőt, Árgyelen Dominika kiemelte, tehetségpontként az iskola diákjai egyébként is rendszeresen vesznek részt különböző versenyeken, megmérettetéseken. Sőt, a Ki mit tud tekinthető a Helikon Fesztivál egy válogatójának is. A Rudas egyébként tehetségpont is, tehát a tehetséggondozásra mi kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk, illetve minden tavasszal részt veszünk országos tehetségkutató versenyeken, mint például a Helikoni ünnepségek. Például erre is úgymond ez már egy előválogató vagy próba a diákság részére, illetve a jövő évi nagy jubileumi Rudas gálánkra is válogatjuk már a produkciókat, fellépőket. A Helikon ünnepségek egyébként idén április 25-én kezdődnek, és a rendezvény az elmúlt évek hagyományait követve a találkozások ünnepe lesz, ahol generációk, műfajok, stílusok és történelmi korszakok találkoznak majd egymással és nagy közönséggel.